a látszik. Ilyen az, amikor a zsömi játszik. Éjezem erre, gyomrom fordul. Aki diszlekkolja zsömit, felfordul. Sziasztok, Zsömi vagyok, itt vagyok a Total War Warhammerrel. Elnézést, hogy a törpékről nem raktam fel részeket, de az a helyzet, hogy felvettem még olyan 3-4 részre valót, és hát átment az egész az orkokkal egy ilyen hosszú végvárháborúban, és semmi érdekes nem történt, úgyhogy azt abba hagytam, mert azt nem lett volna élvezetes nézni se. Úgyhogy inkább újat kezdünk. Azóta most kijött a Beastman DLC, amit, ha valaki nem ismeri a Warhammer világát, a Beastmant egy szóba le lehet írni, az pedig az, hogy... Kecske! Igen, gyakorlatilag ilyen Minotaurus, meg Satyr, innen jóság, de mi most élőholtakkal fogunk nyomulni. És a módok még mindig fenn vannak, tehát az a hatalmas clusterfuck, ami itt volt legutóbb, hogy mindenki befogal mindent, az továbbra is van. Tehát élőholtak, és kivel akarunk menni, Necromancerrel, vagy a Vampirral, ki mit tud, azt mondja. Vargulf? Vargulf az egy ilyen óriási denevér, ami letarolt mindent a nyomában, úgyhogy ezt nagyon szeressük. Óriás denevérek nagyon bénák, ghoulok azok jók, és te mit tudsz? Hú, Hex Wraith Cannon. Hoppá, ez mondjuk nem gyenge. Oké, tehát a lidércek, Hex Wraith Cannon, azok mivel kísértetek, ezért van egy ilyen különleges szabályuk, hogy ethereal, ami azt jelenti, hogy a támadások nagy része semmit nem ér ellenük, hogy eléggé jók. De szerintem menjünk a vampírral, mert a zombi sárkányra lehet rakni, úgyhogy igen. És mit tud ez még? Kevesebb pénzbe kerül a elit csontház, és gyorsabban megy. Elfenéve menjünk ezzel. War is eternal. As inevitable as the grave. The old world, the rotting corpse within. Some fools think it worth saving. But there are beings who wish to bring about an eternal night. I am a bearer of law to those with such power. Manfred has returned from the dead once more. He marches on the von Karstein ancestral pile of Castle Dragonhof. For I have brought him ill news that a master necromancer has claimed the fortress as his own. Manfred must retake his ancient stronghold and either destroy the usurper within or bind him to his will. Oké, tehát mint hallottuk, ez a setup, és szerintem most elindul a tutorial küldetés. Ami vicces, mert ha jól tudom, ha egyszer az ember végezte a tutoriált, akkor nem lesz újabb, de gondolom új patch töltődött le, vagy frász tudja, mindjárt meglátjuk. Amúgy a vámpír, akit itt láttunk, Manfred, aki szerintem ő akar lenni, de nem tudom. Egy enyhén megalomán őrült vámpír, aki ő akar lenni a világ ura, blablabla, bla, bla, mindenki tudja, gonosz vámpír. De eléggé idegesítő tud lenni néha a szövegeivel. De megbocsátjunk neki, mert zombi sárkány. Ez úgy általában mindent megbocsájt, mert... It's a fucking dragon! Tehát most komolyan.
2000 years later. Amúgy mielőtt betöltődik még egy dolog, hogy ebben a sorozatban a részek rövidebbek lesznek, mint a törpésben, tehát csak 20 percesek, nem lesz fél órás, mert az eléggé hosszú rengeteg embernek, és sokkal több vágás lesz benne. Tehát a törpés az csak játszottam egy, mit tudom én, 2 óráig, 4 részre bontottam, aztán beraktam intrót meg endinget, de itt lesz normálisan vágás, mert szerintem senki nem akar engem hallgatni 10-20 percekig filózni, hogy basszus, most melyik épületet csinálom, úgyhogy mindig, amikor kezdődik az építkezés, meg ilyen, elmondom, hogy oké, sziasztok, fél perc múlva találkozunk, addig kivágom azt a részt, aztán megmondom, hogy hova mit építettem. Meg gondolom azért az úgy mégis gyorsabb, meg izgalmasabb, mint sem, hogy hallgatni engem dumálni, bár akármilyen jó dolgokat is szoktál néha mondani. Who balk at the threat of a von Karstein reigning from his ancestral stronghold. Much needs to be done. The Tempelhofbrood controlled the lands to the north as far as the River Stir. Conflict with them is inevitable, but your will is indomitable. Take their lands, burn their crypts, and deploy their own dead against them. The high mountains to the south are infested with dwarfs. Your homelands will never be safe with such an enemy so close. Make plans to drive their stunted kind out in time. Greatness runs throughout the von Karstein bloodline, my lord. Glory shall be yours, if you are ambitious enough to seize it. Okay, tehát ilyen, mi ez? Győzzük a Tempelhofot. Jó, tehát mint hallottuk, törpék és ellenséges élő voltak. Lássuk, mi van a seregünkben. Úgy látszik, a tutorial küldetés átugrottuk. Tehát igen, Manfred, gúlok, csontvázak, zombik, varguluk, denevér. Oké, okay, és most jön az, hogy ezt kicsit kivágom, mert építkezek. Oké, okay, itt vagyok, tehát ide építettem egy izét, gyakorlatilag barakot, akkor aranybánya. Úgy van, hogy kétféle izé van, kétféle, nem itt tudom, hol tudom mutatni, kétféle, sőt háromféle katona szerzőhely van. Az egyiken a csontvázak jönnek gyakorlatilag, a másikon az ilyen szörnyek, meg állatok, tehát mit tudom én, vérfarkas, óriás denevér, vargeist, vargulf, akiről már meséltem. A terrorgeist az egy gyakorlatilag denevér sárkány. A másikban pedig az ilyen gúlok, meg kísértetek. De azért nem építettem ide a másikat, mert itt, ha megnézitek, ott jobb oldalt itt fa van, és akkor itt jobban meg lehet építeni ezt. Na, akárhogy is megígértem, hogy nem erről fog dumálni egész ég, tehát itt ezt építettem, elkezdtem researcholni valamit a csontházásba, akárhogy is nyomuljunk. Igen, következő körben lesz még három zombink, úgyhogy lássuk, mi történik. Oké. Okay. Hát akkor új zombiainkkal menjünk ellenséget bontani. Oké, okay, mi van neked? Farkas, mi vagy vámpír? Ez egyszerű lesz. Oké, okay, vágjunk bele. Ez amúgy jó pofa, hogy ugye itt kiszokták írni az egységeknek az előnyét, hogy zombik feláldozható. Tudja az ember, hogy egy egység eléggé ramatja, amikor csak ezt írják ki róla. No tehát, varázslat, jó ez. Star deployment, oké, okay, hogy vannak ezek? Tehát, itt rakta a zombikat. Csontváz, zombi, zombi, kutya. És hol van a vámpír? Ja, ugye ott. Oké, okay, azt mondja, lássuk csak mi, hova mi. Hello, itt mi történt? Ezt nem kellett volna, ez mi, itt mit nyomtam meg? Ja, a tabulátor, oké. Okay. Én bocsánat, csak egy kicsit. Tehát... indul a zombi conga line. Hello? Akkor a csontvázakat, akik a legdurvább katonái ide rakta, úgyhogy kapunk egy vargulfot oda. Csontvázak jöhetnek ide. Mondom, jöhetnek.
ide. De ne vérek, hogy tök használhatatlan kellett. Akárhova. És te is ezt mit tudsz te? Azt mondja, Spirit Leech, tehát ez egy ellenfél ellen jó. Ja, oké, vágjunk bele. Ja, nem van. Oké, tehát végül felrakott sereg, itt vannak a ghoulok, zombi conga line, csontvázak, denevérek, Manfred. Szerintem hagyjuk, hogy ők jöjjenek közelebb. Na gyertek már, hello, induljatok. Induljatok, gyere Gábor, gyere. Na, mozogjál, ne akarod oda mutogassál, nem mennyi, hello. Nem akar... Oh. Nem, ezek se csinálnak semmit. Menjél már! Úristen, meddig maradsz még itt? One eternity later. Oké, mivel ezek egy rohadt centit se hajlandók mozdulni, és lapítanak, mint ez a bizonyos a fűben, úgy döntöttem, hogy inkább én jövök közelebb, szóval igen. Ezek tuti nem fognak megmozdulni, szóval. Úgy nagyjából a csapda állt. Te menjél már gyorsabban egy kicsit. Oké. Zombik. Oda. Ti, oda. De ne vérek pedig oda. Szépen mindenki rohamozza meg az első sort, úgyni. Hello, nem, te rohamozol, nem maradsz. Pedig mész őt gyapni. Mit ugrod át, te idióta? Oké, ezek itt el vannak, a kutyuskák átjöttek ide. A zombik szépen esnek le, a denevérek használhatatlanak, mint mindig. Nem tudom, segítsetek be ott. Így. Ó, nem. Ti menjetek arrafele, és ti pedig támadjátok ott a oldalba. Itt mik vannak? Zombik, akik eléggé... Ó! Invocation kapott rá még. Bup. Téged most halálra lifesteal-ellek, barátom. Na gyerünk. Burdelje már meg. Égyni. Mi pedig addig rárakunk egy kis healinget a zombikra. Pontosan, bár mondjuk én még életemben nem láttam az Invocation of Neheket valaha meggyógyítani valamit, de lehet, hogy ez csak én vagyok. Jéj, nyertünk. Details stickle! Gyönyörű német akcentus, tudom. Na, és csak 176 eset le. Az egész jó statisztika az élő voltaknak. Maradékot megtartjuk. Te meg... Oké. Okay. Meg itt, ha menekültök, akkor meghajtunk, mint pásztort a lavina. Visszavonom. Ti hajtatok meg engem, mint pásztort a lavina. Oké. Okay. Hopp. Menjünk vissza. Szintezés. Oké.
Oh, HP. Tök jó. És még egy skill point, az mire rakjam. Oké, kicsit felszínteztem vampírunkat, és... ja, szerintem ennyi lett volna az első rész. Úgyhogy, sziasztok!